Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfresh.hu-ról, előttem pedig még mindig a Drupal 7-es oldal és a Bootstrap. Most a Bootswatch vagy Bootswatch témákat nézzük meg, ezek Bootstrap free témák. Valójában itt a témák menüpontnál láthatunk, ugye itt a bootswatch.com-on vagyunk most fönt, itt láthatunk egyéb témákat, amit Bootstrap-re rakhatunk rá, akár Drupal oldalunkra, és van itt egy default téma. Itt láthatunk egyéb leírásokat, meg hogy mit, hogyan jelenít meg ez a téma. Hogyha lejövünk, akkor itt választhatunk bármilyen egyéb témát. Van egy pár ilyen ingyenes, vannak fizetősek is, de ezek az ingyenes témák többnyire. Én most jelenleg szerintem ezt fogom kiválasztani. Ezt a témát fogjuk most telepíteni. Na most ugye már telepítettük a Bootstrap sminket, ugye egy altémát is beállítottunk, azt is telepítettünk, akkor most azt mondom, hogy itt ahhoz, hogy ezt a témát állítsam be én az oldalamra, ahhoz kell nekem valójában ez a Bootstrap CSS fáj, kell nekem ez a két lesz kiterjesztésű fáj, és akkor mindjárt nézzük is a dolgot. Azt mondom, hogy először a Bootstrap CSS-t fogom megnézni. Én ezt itt kijelölöm úgy, ahogy van, Ctrl-E, Ctrl-C-vel, utána visszalépek, lejövök letöltések mappámba, ide csinálok egy új dokumentumot, üres dokumentum. Style.css lesz a kiterjesztés, ezt a CSS-t megnyitom, és akkor úgy, ahogy van, Ctrl-V-vel beillesztem a kimásolt kódot, és azt mondom, hogy ezt én el is mentem. És elméletileg, ha már megnyitom, akkor ezt a kódot már tartalmazza ez a style CSS. Igen, tökéletes. Jó, és hogyha ezzel megvagyok, akkor még ugye le kell töltenem nekem két fájt. Ez pedig a két lesz kiterjesztésű fájl. Ezeket letöltöm, és itt meg is jelennek a letöltések mappámban. Ugye csináltunk egy style CSS-t, és két lesz kiterjesztésű fájlom van, és hogyha visszamegyek az FTP-mre, ugye itt felfrissítem a letöltések mappámat, akkor annyit fogok csinálni, hogy itt a Sites All Themes, ugye a subtéme mappájába, itt a CSS-be, ezt a style CSS-t én azt mondom, hogy átnevezem egy oldra, hogyha hajlandó átnevezni. Most már hajlandó, és ezt a CSS fájlt, amit az előbb letöltöttünk és generáltunk, ugye beleraktuk a kódot, azt szépen feltöltöm. Ezzel, hogyha megvagyok, akkor még nincs vége, mert van itt nekem egy les mappám, ugye két S-sel, akkor itt láthatom, hogy van itt nekem egy ilyen fájlom, amit én letöltöttem, ezt én fogom és szépen áthúzom, fölírom, át is nevezhetjük, hogyha esetleg akarjuk, és van még egy bootswatch lesz fájlom, ezt is szépen áthúzom, és akkor mindjárt megyünk tovább. Jó, és miután átmásoltuk FTP-n ezt a két fájlt, meg ugye a stílus CSS fájlunkat, akkor már így néz ki az oldalunk. Szóval valójában ugye fölmentünk a Bootswatch-nak az oldalára, itt kiválasztottunk egy tetszőleges témát. A témának itt a download menüpontjában letöltöttük a CSS-t, és a Bootstrap altémáknak a CSS, stílus CSS adatlapját, illetve fáját kicseréltük, ugye erre, ennek a CSS-nek a tartalmára. Utána letöltöttük ezt a két fájt, és ezt a két fájt pedig a altímának a lesz, ugye az LESS könyvtárába föltöltöttük FTP-n, és utána ez lett a végeredmény.
Úgyhogy ennyi lett volna valójában a Bootswatch témának a telepítése. Úgyhogy egy elég jó kis pofa dolog, legalábbis szerintem. Hogyha bejövök ide a Septém sminkemnek a beállításaiból, hogy CSS-t azt már cseréltünk, akkor elméletileg itt a CDN, az még itt nálunk. Ugye itt valójában ugye most manuálisan telepítettem ezt a témát, de hogyha témát akarunk CDN-en keresztül váltani, így csak annyi, hogy beállítjuk a nekünk tetszőleges témát, ugye, és ezt automatikusan mondjuk a Superhero-t beállítom, akkor mutatja, hogy így fog kinézni az oldal. Vagy hogyha beállítom a Lument, akkor mutatja, hogy így fog kinézni. Vagy hogyha beállítom ezt, akkor mutatja, hogy így fog kinézni. Vagy mondjuk a Cosmo-t, akkor így fog kinézni. És hogyha ezt most én le is alkalmazom, ugye ez a CDN-nek a lényege, hogy letölti magát a CSS-t és a szükséges fájlokat. Csak mivel én már ugye lecseréltem neki a CSS fájlát, meg lecseréltem a lesz fájlokat, ezért már ezt nekem nem tölti be. De én ezt a CDN-t ezt nem is nagyon szeretem, mert valójában nekem ehhez mindig csatlakoznom kell, ugye a CDN-re, hogy letöltse a szükséges fájlokat az oldal. Elméletileg gyorsabb lesz tőle, de azért csak jobban szeretem, hogyha az én oldalamról működik minden. De sokáig dolgozunk. De hogyha most már kikapcsolom a CDN-t, láthatjátok, akkor is megmarad a témám. Ugye eddig szétesett az oldal, ha a CDN-t kikapcsoltam, de mivel a CSS fájlt betöltöttem a megfelelő helyre, meg betöltöttem a megfelelő helyre a lesz kiterjesztésű fájlokat, akkor már láthatjuk, hogy nekem most már megmarad maga a smink. Nem kell a CDN ahhoz, szóval nyugodtan kikapcsolhatom a CDN-t, nem kell ahhoz, hogy én bármit is engedélyezzek, mert már nem lentről, mert nem a CDN-en keresztül tölti le ezeket a dolgokat, hanem már az oldalról. Úgyhogy ennyi lett volna a Bootstrap és a Bootswatch témának a telepítése, beállítása, nagyon röviden. Nagyon sok mindent lehet még vele csinálni, még azért lehet a CSS fájlokba turkálni, lehet személyre szabni. Hogyha esetleg mondjuk azt mondod, hogy nem tetszik neked ez a téma, akkor visszajössz a Bootswatch-nak az oldalára, ugye itt az ingyenesek közül választhatsz. Azt mondod, hogy hú, de tetszik ez a Simplex. És akkor azt is mondhatjuk, hogy ennek letöltjük ugye a Bootstrap CSS fáját. Ugye ezt itt láthatjuk, azt mondom, hogy Ctrl-A, Ctrl-C. Módosítom a Style CSS fájt, ezt megnyitom, dupla klikkel, bejön nekem a szerkesztő, azt mondom, hogy Ctrl-A, Ctrl-V, szépen lementem, utána bezárom, utána letöltöm, ugye ezeket a fájlokat innen letöltöm, ez az előző témának a fájjai, azt mondom, hogy áthelyezem kukába, és ennek a témának, ha visszamegyek, akkor letöltöm a két fájlt, amit itt a downloadnál felajánl nekem. És utána, hogyha ezzel megvagyok, akkor visszamegyek az FTP-mhez, csatlakozok ugyanúgy ismételten a webtárhelyemre, bejövök ugye a Sites All Themes mappámba, ugye itt van egy subtémám, ebbe bejövök, itt lecserélem az új CSS fájlt, azt mondom, hogy felülírja. Visszajövök, bemegyek ebbe a könyvtárba, itt pedig a két fájt lecserélem szépen. Így nő, azt mondom, hogy oké, felülírja, felül is írta, és ha visszajövök az oldalamra, és ráfrissítek egyet, akkor már láthatjuk, hogy az új téma fog megjelenni.
Szóval nagyjából ennyi lett volna a Bootswatch-nak a kis sminkelése. Persze ennél még azért több mindenről is van szó, itt nagyon sok mindent be lehet állítani a megjelenésnél, például most én az admin menümodult használom, de itt láthatjuk, hogy láthatók mindig a home visszalépő is, a JavaScript beállítások, ehhez csak akkor nyúljunk, hogyha tudunk, hogy mit akar, tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, ugye itt a CDN az tiltva van. De hogyha visszajövök, mondjuk azt mondom, hogy navigáció, itt normálra van állítva, azt mondom, hogy statikus top, vagy fixed top, akkor visszajövök, kimegyek a címlapra, és már láthatom azt, hogy itt fölül a menüm már jön lefelé folyamatosan, mindig követi a tartalmat. Valójában itt ugye arra akarok kitérni, mert itt arra akartam kitérni, hogyha ezt itt beállítod, akkor az admin menü az eltűnik, ugye az admin menü modulod, mert eltakarja a menüsáv, de erre is van megoldás, esetleg, hogyha majd valakit érdekel, akkor írjon a fórumra és leírom, hogy mi volt rá a megoldás, nem egy bonyolult dolog, az admin menünek kell egy kicsit a CSS-ébe turkálni. Varga Tamás voltam az itfrecs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, a Bootstrap-pel, magával a Bootstrap frontend framework-kel, ugye Drupal oldalunkra hogyan lehet telepíteni, hogyan lehet egy altimát beállítani, és hogyan lehet a Bootswatch témákat egy kicsit felrakni Drupal oldalunkra. És hogyha ezen az úton elindulsz, akkor már nagyon, nagyon jó haladszal felé, hogy úgy utána már sminkelni is jobban tudod magát ezt a bootstrapes dolgot. Szerintem nagyon jó pofa, nagyon jók az adaptív témák is, ugye ezek a responsív dizájnok, de a bootstrappel tényleg azért könnyebb csicsát elérni. Ezért szereti nagyon sok fejlesztő használni és alkalmazni. Sziasztok!